Ez a technológia most nyáron lett üzembe helyezve. Az eddigi megoldásokhoz képest az az előnye, hogy ennél a vastagabb alapanyagnál a vízsugár könnyen átvágja a formázott lapokat. Trilaminátnak nevezük, ez egy műanyagszerű anyag, tehát nem kifejezetten szőnyeg, és két oldalt filces bevonással rendelkezik, tehát ez van előformázva előtte magas hőmérsékleten, ugye préseléssel, és igazából ugye ez a szőnyegekhez, filcekhez képest azért vastagabb és nehezebb lenne vele dolgozni, de így a vízvágással ugye könnyebb a technológiai folyamat. Közel 3300 báron dolgozik a gép, szóval tényleg mindent könnyedén átvág. A két fészkes asztal kialakításnak nagy előnye, hogy ugye a ciklusidőt is lerövidíti, tehát amíg az egyik kifordul, kiszedjük a hulladékeretből, kiszedjük ugye a már kész formára vágott alkatrészt, addig ugye a másik asztal részen bent dolgozik a két robotfej, és ezáltal minimálisra csökken a holtidő, illetve a technológiából kifolyólag a hulladékkeret is nagyon kicsi, tehát minél kevesebb alapanyag felhasználása a cél, ezáltal ugye hulladék és az energiafelhasználás csökkentése.